Megyünk tovább a ma reggellel. Akár 3%-ponttal is csökkentheti az éves inflációt az Orbán Viktor kormányfő által meghirdetett 4 árstopp. A kabinet az élelmiszerek egy részénél, a benzinárnál a lakossági energiafelhasználásban határozott meg hatósági felső árat. Mindezek mellett a meghirdetett kamatstopp is lassíthatja a drágulást. Januárban 7,9%-os volt a magyar infláció, de elemzők szerint ez az adat nem számít kiemelkedőnek Európában. Ezzel folytatjuk most. Jó reggelt kívánok! Várhegyi Judit, az MNB közgazdasági elemzési főosztályának vezetője a vendégem. Jó reggelt kívánok! Ugyan most a 4 stop politikájával most az infláció még jobban napi kérdéssé vált. Januárban 7,9% volt ugye az árak növekedése. Milyen okok állnak ennek a hátterében, és ezt hogyan értékeli a jegybank? Igen, tehát egy olyan időszakban vagyunk, ami talán már sok-sok évtizede igazából nem is tapasztalhattunk. Talán kicsit a 70-es évekkel lehetne összevetni, de ugye az is egészen más környezet volt bizonyos szempontból. Hiszen azt láthatjuk, hogy a koronavírus járvány, ugye nagyon sokat beszélgettünk, hogy azért érdemben meghatározta az inflációs folyamatokat, és igazából még most is a kínálatnak a helyreállása zajlik, ez párosul a globális félvezető hiány, például a műszaki cikkek esetében okozhat egy áremelkedést. És hát ugye az energiárakról talán nem is kell beszélni, nagyon sokat olvashatunk erről is a hírekben, hogy a gáz, az áramára az érdemben emelkedett az elmúlt időszakban, és ennek a következménye az, hogy ez az energiáremelkedés, a kínálatnak a lassú helyreállása ugye okozza ezt az áremelkedést, és ugye az elmúlt hónapokban pedig már az élelmiszeráraknak az emelkedése és az infláció növekedése irányába hatott. Januárban ugye jellemzően átáraznak a vállalatok. Mit figyelhetünk egyébként meg, hogy milyen mértékű volt ez a korábbi évekkel összehasonlítva? Igen, tehát azt szoktuk mondani, hogy főleg egyébként a szolgáltatások esetében, de általában elmondható az, hogy ugye a vállalatok évelején változtatják az áraikat, illetve a piaci szolgáltatások esetében pedig az átárazásoknak egy jelentős az évelei hónapokban valósul meg, ugye ezért is nézzük kiemelt figyelemmel ugye ezeket az évelei adatokat. Hogyha az idei év januárt nézzük, akkor egy 1,4%-os emelkedés történt, ez egy 3-szoros áremelkedés ahhoz képest, mint ami általában jellemző volt a januári hónapokban az elmúlt években. Ugye ezt okozza, hogy az előbb említett, hogy a gázára emelkedett. Csak egy-két példát mondom, hogy milyen nagyságrendekről is beszélünk. Talán a gázára 8-9-szeres áremelkedésre figyelhetünk meg, mint ahogy a koronavírus járvány előtti időszakban az áramár esetében is 6-szoros, 7-szeres, ugye attól függ éppen, hogy ugye egy elég változékony áralakulású tételről van szó, a szállítási költséget is érdemes megemlíteni. És talán ugye hát ugye az olajára, ami azért szintén befolyásolja az inflációs folyamatokat, $90 fölött volt, amire azért már több éve nem volt példa. Tehát egy jelentős nyersanyagáremelkedés történt az elmúlt időszakban, és ugye ez is hozzájárult ahhoz, hogy az évelején a magasabb átárazások történtek, mint ami általában jellemző. Az infláció emelkedése egyébként ez egy globális jelenség? Igen, ez nem egy magyar sajátosság, hiszen ha azt nézzük, akkor az eurózónában is jóval a jegybank 2%-os inflációs céla felett tartózkodik az árindex, a balti országokban 2 számjegyű az áremelkedésnek az üteme, de nézhetjük a környező országokat, közel 10%-os, 8-9%-os áremelkedések figyelhetőek meg most az év elején. Tehát igazából ugye ez is azt mondta, hogy egy közös tényező húzódik meg a folyamatok mögött, és ez éppen pontosan ez a nyersanyag áremelkedés, amiről az előbb is beszéltünk, és igazából ugye ez általában jellemző, hogy széles körben okozhatja az áraknak az emelkedését. Mit tud tenni egyébként a jegybank az emelkedés ellen? Igen, tehát ugye a koronavírus járvány követően ugye egy hirtelen megugró kereslet volt, ugye illetve hát a kínálatnak a lassú alkalmazkodása és az inflációs kockázatoknak az irányába mutatott, és ugye a jegybank erre már tavaly tavasszal felhívta a figyelmet, és nyáron ugye egy kamatemelést indított meg. Igazából elsőként Európában próbáltunk meg erre az inflációs folyamatokra reagálni, ugyanakkor azt is fontos hozzátenni, hogy amikor egy monetáris politikai lépés történik, ugye az azért nem azonnal befolyásolja az áraknak az alakulását, és úgy gondoljuk, hogy azért az idei év második felétől lesznek érezhetőek ennek a jegybanki kamatlépések döntéseknek a hatásai. Nézzünk a végére egy kis érdekességet, mert hogy a statisztikai hivatal az évelején teszi közzé ugye az árindex számításához használt súlyokat. Itt mit látunk, hogy milyen változások történtek mondjuk a tavalyi évhez képest? Igen, tehát itt is hozott egy kis változást a koronavírus járvány már a tavalyi évben. Ugye általában az jellemző, hogy amikor a fogyasztói kosárnak a súlyát számítják a statisztikusok, akkor egy 2 évvel ezelőtti fogyasztási szerkezetet néznek. Ugyanakkor a koronavírus járvány azért megváltoztatta a fogyasztási szokásainkat is, és éppen ezért a tavalyi évi fogyasztási szerkezetet is figyelembe veszi az idei súlyrendszernek a kialakításánál, és éppen azért teszik ezt így, egyébként Európa szerte, tehát nemzetközi ajánlásoknak megfelelően, hogy ezt a koronavírus járványt követő alkalmazkodás, esetleg fogyasztási szerkezetváltozást is a statisztika is le tudja követni. És így ennek megfelelően, hogyha az idei folyamatokat nézzük, egyébként a súlyváltozás érdemben nem befolyásolta az inflációs folyamatokat, tehát magát az inflációt. Például egy-két érdekességet, egyes élelmiszereknek a súlya az mérséklődött, de a koronavírus járvánnyal ugye most már többet tudunk járni étterembe, de a házon kívül étkezésnek a súlya az emelkedett. De ugye az autóknál is nagyon sok hírt hallottunk, hogy a globális félvezető hiány miatt esetleg az új autókra nagyon sokat kell várni, például az új autóknak a súlya mérséklődött, de a használt autók súlya ezzel szemben például valamelyest nőtt a tavalyi évhez képest. Köszönöm szépen. Várhegyi Judit volt a vendégem, az MNB közgazdasági elemzési főosztályának a vezetője. Köszönöm, hogy itt volt, és további kellemes napot kívánok. Köszönöm szépen.